Na hello, pingvinek, itt Nessa, és ismét világmegváltó kérdéseket fejtegetünk. Ez itt a Mi lenne, ha? Talán negyedik epizódja, a fene se számolja már, de nagyon szeretitek ezt a sorozatot, úgyhogy ma ismét beszélgetünk egy jót. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi lenne, ha egy nagyon szexi modell lehetnél, hát ez már tetszik, de az összes modelltársad irigy lenne rád, és mindent megtennének, hogy beégj a tömeg előtt. Nem tudom, fingópárnát raknának a magas sarkumba, vagy mi? Mondjuk vannak férfi modellek is, nem tudom, hogy miért képzeltem el magam egyből nőnek. Lehet, hogy el kéne már egy pszichológushoz. Nem tudom, tehát, hogy én annyira nem akarok modell lenni. Mit gondoltok, ez az arc, ez modellnek való? Írjátok le a komment szekcióba. El tudtok képzelni a Playboy címlapján? Vagy Playgirl cím? Na jó, ez egyre rosszabb. Nem érdekelnek az irigyek, akkor nem YouTube-oznék. 37% igen. Senki nem ért velem egyet, sírva is fakadok mindjárt, úgyhogy haladjunk tova. Mi lenne, ha te lennél a legjobb focista a világon, de senki nem akarna veled játszani, annyival jobb lennél mindenkinél? Hát, ismerős az érzés. Nem, nyilván nem, aki látta a tegnapi focis videót, az tudja. Bár megdicsértétek a gólomat, az mondjuk tényleg elég szép volt. Köszönöm szépen Pingvinek, aki még nem nézte meg, az mindenképp csekkelje be. Szóval mi lenne, ha? Hát nyilván nem akarnék a legjobb focista lenni úgy, hogy senki nem játszik velem, hát akkor mi a pénisz értelme van az egésznek? Semmi. Nem akarunk önző focisták lenni, a foci csapat játék, úgyhogy nyilván nem. Az a 30%, aki jó focista akar lenni, akivel nem játszik senki, hát tudom sajnálni. Menjünk tovább. Mi lenne, ha bármit megkaphatnál, amit csak szeretnél, de minden nap reggel és este mustárral kellene fogat mosnod? Én szeretem a mustárt. Csak mondjuk, ha nem moshatnék normálisan fogat, elég undorító fejem lenne. Azért azt így emeljük ki, hogy ez nem túl higiénikus. Hát azért nem. Azért nem mosnék mustárral fogat, mert lerohadna a fogam. Így is bármit megkaphatok, amit akarok, kivéve a lányokat, mert ők kicsúfolnak, mert ronda... Na mindegy, szóval nem lennék benne. 46%. Azért a legtöbben szeretitek a mustárt, ezt kijelenthetjük. Menjünk tovább. Mi lenne, ha te és a családod gazdagok lennétek, de minden párkapcsolatod maximum fél évet bírna ki? Hát ezen kell gondolkozni? Hát ki a pöcsöm akar ennyire magányos lenni? Minden kérdés így a magányra vonatkozik a mai napon. Ilyen magányos szupersztár focista, meg magányos gazdag emberek. Nem kell nekem a gazdagság. Erről már beszéltünk. Az anyagi javak segítik az életed, de nyilván nem fontosabbak mindennél, pláne nem egy jó párkapcsolatnál. És hála Istennek 72% egyetért velem. Megvagytok dicsérve, menjünk tovább. Mi lenne, ha beszélhetnél a 10 évvel korábbi önmagaddal, de bármit, amit mondasz, csak hazugság lehetne? Akkor ilyen dupla negációt kéne használni, hogy nem mondok, nem, akkor ez is hazugság lenne. Nem, miért hazudnék a 10 évvel ezelőtti önmagamnak? Csak becsapnám saját magamat, úgyhogy nem. Mi lenne, ha megkapnád Castiel képességét, de naponta kellene testet cserélned? Mi Castiel képessége? Ez most a supernatural-es Castiel? Az angyal? Aki gyógyítani tud? Hogyha erre gondolnak, az a gyógyítás az fasza. De testet kéne cserélnem? Hát ezt a testet az életben nem cserélném le. Hát nézz ide! Ugye? Nem lennék benne. Nem kell nekem Castiel képessége. Mi lenne, ha megkaphatnád a legjobb telefonok egyikét, de ha ötször leejted, akkor csak 2 év múlva kaphatsz újat? Istenem, ki az az elkényeztetett pöcs, aki ezt a kérdést írta, bazd meg? A pofám leszakadt, komolyan mondom, mindjárt összehányom saját magamat. Legjobb telefon. Kit érdekel a legjobb telefon? Nem mindegy, csörögjön, tudjál rajta beszélni, meg fusson rajta a Facebook, ne adj Isten, meg az e-mailjeidet meg tud nézni. Én sose értettem ezt a telefonbuzulást, ne szedjetek szét emiatt a komment szekcióba. Ha ötször lejted, csak 2 év múlva kaphatsz újat. Miért ti dobáljátok a telefonjaitokat? Hát ledobom az égszíjat. Összesen nem ejtettem le szerintem ötször a mostanit. Jó, biztos lejtettem ötször. És ez tuti, hogy valaki. Na mindegy. A véleményem szerintem leri az arcomról. Ne legyetek ennyire anyagiasok, hogy új telefon. Kérem a legjobbat, meg a legdrágábbat. A nagy lófasz. Nem azzal kell menőzni. Szövegetekkel kell menőzni.
oda kell menni a legjobb faszikhoz, legjobb csajokhoz, nem a telefont kell villantani, meg a pénztárcát, hanem a szöveget. Figyelj! Hello! Te is föl vagy iratkozva a Nessájra? Dugunk? Azt hiszem, hogy az agyatokat teljes mértékben szétbombáztam már ezzel a mai epizóddal, menjünk tovább, előre is elnézést. Mi lenne, ha minden feltétel teljesülne, amire ebben a játékban igennel válaszoltál, de olyan is lenne közöttük, amit nem gondoltál komolyan? Kezd ez a játék átmenni ilyen filozófikus lófaszjóskába. Nem, nem tudom, hogy mire akartál ezzel utalni, de nem vagyok hajlandó végig se gondolni. Mi lenne, ha téglát kellene enned? De minden megevett gram tégla után kaphatnál egy kiló aranyat. Egy gram tégla után kapnék egy kiló aranyat? Hát üssétek már be a Google-ba, hogy mennyit ér egy kiló arany, és valaki írja le a hozzászólások közé. Hát egy gram tégla az egy lófasz habbal. Az lenyeled, észre se veszed. Az milliós tételt kapsz érte. Jó, annyit talán nem ér az arany. Nem tudom, mennyit ér az arany, de sokat. Valaki írja le. Na, hogy benne lennék, viccelsz? 48% nem. Egy gram tégla, tudjátok mennyi? Egy gram. Az semmi. Izé, összedarálod a konyhai robotgépbe, aztán lehúzod, mit tudom én, szódával. Simán megéri. Na menjünk tovább, mindegy, nem sokan értettek egyet velem, 52%. Azt hittem ez egyértelműbb lesz. Mi lenne, ha belebújhatnál egy napra féker bőrébe? Ki a pöcsöm az a féker? Ez ma ilyen híres emberek, akiket nem ismerünk című epizód, de soha többet nem tudnál lolozni. Aha! Tehát akkor ez valami esportoló lesz. Valami koreai. Hát én nem akarok senki bőrébe bújni, és hála Istennek 65% nem ért velem egyet. Nem tudom, ki ez a féker, majd rá fogok googlizni, majd írjátok le. Tudjátok, hogy olvasom a kommenteket, majd világosítsatok föl. Gondolom ez valami nagy menő csávó, valami világbajnok. Gondolkoztam rajta amúgy, hogy elkezdek újra lolozni jövőre. Lehet, hogy kéne, de nem ismerem ezeket az e-sportolókat, bocsánat. Mi lenne, ha megtudnád, hogy holnap mi fog történni veled, de senkinek nem beszélhetné róla? Hát olyan rohadt izgalmas napom nem lesz holnap, mert dolgozni fogok, mint az állat, aztán hazajövök videózni, az mondjuk fasza. Nem akarnám lelőni magamnak a holnapot. Biztos rengeteg izgalmas anyázást tartogat a munkahelyen, és remélhetőleg jó videókat fogok csinálni, amit remélhetőleg nem fogtok utálni. Nem kell nekem arról tudni. 85% szeretné tudni, hogy mi történik vele holnap. Mi van? Mindenkinek vizsgája lesz, vagy dolgozata, vagy szarnapja a melóhelyen? Mindjárt vége. Nyugodjatok meg, nem sokára szünet. Nem kell ennyire a jövőbe látni. Mi lenne, ha bármikor bárkivel lefeküdt, ó, hát kezd érdekelni a kérdés, várjatok! Ha bármikor bárkivel lefeküdhetnél, de Lady Gaga ruháiban kéne megjelenned előtte, és nem számít, hogy melyik nemhez tartozol. Hát nem tök mindegy, hogy jelenek meg előtte, hogyha utána dugunk. Lady Gaga ruháiban kell megjelenned előtte. Kit érdekel, ha hogy ne lennék benne? Hát, hogyha neki az nem számít ezek szerint. Bár én párkapcsolatban élek, és senkivel nem feküdnék le. A barátnőmön kívül. Mi lenne, ha alkothatnál egy saját univerzumot, ahova azt viszel, akit csak szeretnél, de a földre soha többé nem térhetnél vissza? Hát... Gondolom egyébként, hogyha elég kreatív lennék, ez egy tök jó ötlet. Alkotnék egy jobb világot, legalábbis amit én jobbnak gondolok, vagy szebbnek. Megalkotnám a Star Wars univerzumot, de csak nekem lenne fénykardom, és csak velem lenne az erő. Ebben simán benne vagyok. És akár a földet is megcsinálhatnám kicsit másképpen. 6-os szintre léptem. Köszönöm szépen, kedves fogatlan kislány, vagy fogas kislány. Ez egy nagyon nagy dicséret nekem. Mi lenne, ha mindenki fejébe beleláthatnál, de mindenki belelátna a te fejedbe? Úristen, hogy lehetne úgy közlekedni az utcán? Ki tudja, milyen fasságok járnak az én fejembe. Van erről egy film, most nem jut eszembe a neve, 90-es évekbeli film talán. Egy vígjáték, amikor a csávó hallja a többiek gondolatait. Borzasztó idegesítő, úgyhogy tuti nem lennék benne. Ebben is várom a segítséget egyébként odalent, hogy melyik ez a film, biztos tudjátok, mire gondolok. Meg egy elég népszerű tévéfilm volt, a tévében csomót nyomatták.
Na de menjünk tovább. Mi lenne, ha képes lennél többszörösíteni magad, de csak minimálisan tudnád irányítani a klónjaidat? Isten ments, hogy több legyen belőlem. Hát ellopják a YouTube csatornámat. Nem kockáztatjuk meg. 66% egyetért velem. Következő kérdés. Mi lenne, ha te lennél a világon a legerősebb fizikailag? Hát... most is azért... Nem vagyok erős, sajnálom. De minden apróság miatt elsírnád magad. Dehogy kell nekem a legerősebbnek lenni. Megveszem én a verő embereket. Úgyhogy a negatív kommentelők féljenek. Már keresik a lakcímeiteket, bizony. Jaj, nagyon nagy halott vagyok ma, bocsánat. Következő kérdés, haladjunk tova. Mi lenne, ha bármilyen misztikus állattá változhatnál, amivé szeretnél, de örökké úgy kellene maradnod? Hát én ezt tuti biztos, hogy nem csinálnám meg. Bár nem tudom, milyen misztikus állat akarnék lenni. Egy unikorn is mondjuk. Egy csodálatos unikorn is, aki szállna a szivárványokon át. Nem vagyok buzi. Na, én inkább rátok bízom ezt a kérdést. Ezt nyitva hagyjuk, és ti lent a hozzászólások között megvitathatjátok, hogy milyen misztikus állattá változnátok át. Kentaur? Vagy a Harry Potterből a röpködő izé? Hogy? Patrónus? Mit tudom én? Mondjátok el ti, hogyha jól szórakoztatok ma is, akkor dobjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Én még mindig Nessai vagyok, drága pingvinek, és találkozunk legközelebb is. Na, szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még apofátokba? Wow.